Hol vannak még rohadékok? Hol van az az istenverte piros, kéményes ház? Te meg mi a szar vagy? Hagyjál békén! Mi a szar ez? Mi az anyám kínja ez? Gyerünk! Közvetlen közelről kell fejre, jó? Vagy nem fejre, csezd meg! Így, védekezni meg én fogok, mi? Hú, bazd meg, jó. Ez így annyira nem fasza. Íííí, pedig nyomtam időben. A rohadt élet, ez nagyon fájt. Csezd meg, mi ez? Mi ez, és miért vagyok itt? Gyerünk, fejbe! Majdnem. Oké. Ez amúgy tök jó. Csak nincsen semmi lőszerem, gyerekek. Ez annyira nem fasza. Jó? Tehát ez annyira nem fasza. Oké. Kraftolni? Kraftolni bezzeg nem tudok, csak pisztolylőszert. Na mindegy. Lehet, hogy nem erre kellett volna jönni, jó? Tehát lehet, hogy ez tök opcionális, mert ilyen nagy darab rohadékra nem emlékszem egyáltalán. Na mindegy. Jó, oké, hiányzik a tulaj. Na most hol vagyok? Ez mit mond? Lock. Oké, arra is vissza kell majd mennem valamilyen utó módon. Itt keresztül menni nem tudok semmin. Fölmászni valami? Nem. Nem nyert a rohadt életben, nem. Ez tök jó. Jó. Megvan, rifle ammo, tök jó. Velvil! Oh, tök jó! Tök jó, hol vannak ilyen vellek? Megyünk vissza, jó? Megyünk vissza, mert hogy ezeket meg szépen ugye föl tudom majd tekerni most, ami azt jelenti, hogy kapok cuccokat. Nagyon-nagyon király. Erre be tudok menni? Be tudok menni, mi van itt? Pipebomb, csezd meg, ez most kellett volna. Ez az előbb kellett volna, jó? Másik oldalra zárva, jó? Tehát akkor azt nem fogjuk kinyitni most. Vanyek, oké? Majdnem jók vagyunk. Szóval akkor van nekem ott egy... Nagyon messze. Ott van egy zár. Ja, azt ki kéne nyitni valamilyen utón módon. Ja, úgy látom, hogy telibe csak arra fele tudok menni. Szóval először bemegyek erre, aztán majd későbbiekben... Közben gyógyítom magam. Aztán majd a későbbiekben ki fogom nyitni azt a zárat. Ami egy tök jó pozitív dolog. Semmi se van. Jó. Akkor csak itt. Ja, emlékszem, amikor játszottam ezzel, akkor itt ezen a nagyon-nagyon szűk helyen találkoztam ezen a nagy darab páncélos rohadékkal meg a haverjaival, annyira nem volt fasza. Ott van! Ott van! Big fucking piros kémény, jó? Megcsirkék. Egy csirke. Rohadt életben már. Meg csak meghalnék, pár csirke lennék, gyerünk. Legalább mutatja, hogy itt vannak. Slozi? Bazi nagy kristály, tök jó. Hol vagy még csirke? Rohadt életben, gyerünk. Tudtátok, hogy anyám is állattenyésztő? De tényleg van legalább egy baromfia. Szarpoin, de imádom. Na, azt most kéne kinyitni. Oké. Legalább most már állok. Oké. És most hova a francba megyek? Ez itt mi? Bárcsak ne lett rohadt módon sötét, akkor legalább tudnám, hogy mi az istennyilát csinálok. És itt? Ja, itt voltam, banyek! Itt voltam, oké, most kerültem egy rohadt nagyot. Jó, szóval akkor... innen megint kizárólag fölfelé fog vezetni az utam. Na.
Valahogy csak bejutunk. Előbb vagy utóbb? Inkább utóbb, mint előbb. Szevasz kémény, ami piros. Hol megyek be? Aha, ott mutatja a nagy sárga. Valahogy csak megúszom. Meg az anyátokat, azt jó? Halljál már meg! Bazd meg! Pedig rendkívüli módon védekeztem. Na végre. Ezek nagyon szemetek. Nagyon-nagyon-nagyon szemetek egyébként. Nem tudom, miért csinálták őket ilyen keményre. Fogalmam sincs. Én személy szerint sokkal jobban értékelném, hogyha többen lennének, de gyengébbek. Február 1-e, feláldoztam 2 kecskét Miranda anyának, mert hülye vagy. Február 3-a, gyapjút ajánlottam Miranda anyának. Miért az meg birkást, nem lehet, amit azt mondja. She instructed I find her a list of drugs and tools in the next few days, what for I wonder. Azt mondja, hogy azt mondta, hogy találjak neki egy, tehát adott egy listát, hogy milyen gyógyszereket és eszközöket kell megtalálnom neki a következő napokban. De mégis miért gondolkodtam? Február 8-a, nincsen üzenet Miranda anyától, és... Yeah, the livestock won't stop the rucus. Nem tudom, hogy mi az a rucus, de azt nem állítja meg az állatállomány. Február 9-a, I was instructed to take the items to the cave church at sunrise. Azt mondták, hogy vigyem el a tárgyakat a barlangban lévő templomban, napfelkeltekor. But what I saw was frightful, amit láttam, az félelmetes volt. The great four lords were there, and Mother Miranda was holding a child. A négy nagy úr ott volt, és Miranda anya egy gyereket tartott. She whispered something and touched the child. Valamit suttogott, és megfogta a gyermeket. I can't explain it well, but the child turned into a white crystal, then she... Azt mondja, hogy nem tudom elmagyarázni, de a gyermek egy fehér kristállyá változott, aztán ő... I couldn't help but speak up, and I asked her why she did such a thing. Azt mondja, ez hülye ötlet volt. Azt mondja, hogy nem bírtam ki, hogy ne szólaljak meg, és kérdezem meg, hogy miért csinált ilyet. Mother Miranda just smiled at me. This is the chosen child. She will return to her original form no matter what befalls her. Miranda anya csak mosolygott rám, azt mondja, ez a kiválasztott gyermek vissza fog térni az eredeti formájába, bármi is történik vele. Then she gave each lord a part of the crystal in a flask, and they left. Majd mindegyik úrnak adott egy... flaskát a darabjaival, egy darab kristállyal, aztán távozott. I forgot to bolt Mother Miranda before I fled. I'm still shaking. What did she do? What is the child? Elfelejtettem meghajolni Miranda anyának, mielőtt elmentem. Még mindig remegek. Mégis mit csinált? Mi ez a gyermek? Hát igen, vannak információk, amiket majd bőven később fogunk megkapni. Oké? Rendben, örülök neki, hogy napló. Azt meg... Aha, ez mi? The Winkies... Oké, tehát akkor igazából a szárnyas kulcs az pusztán csak egy része annak, hogy tudunk csinálni. Most már van nekem egy ilyen 4 darabos kulcsom. Tök jó. Jó, majd mindjárt találkozunk vele. Köszönöm szépen, hogy először tovább szeretnék menni. Valamerre. Erre tudok. Nem ez szekrény. Handgun ammo! Tök jó! Tök jó! Totál ki vagyok fogyva mindenből, jó? Tehát ez annyira nagyon brutálisan Resident Evil, hogy folyamatosan ki vagyok fogyva mindenből. A legjobb az lenne, hogy állandó jelleggel elkerülnék minden egyes idiótát, akivel kötekednem kéne, de valójában ez annyira nem egy egyszerű dolog, jó? Jó. Hun az a gyúk. Visszafele. Fuck. Na gyere te duke, beszélgessünk, jó? Valami fog történni. Szóval, gyermekünket kristállyá változtatták, darabjaira szedték, majd bele tömték őket mindenféle ilyen retek, sárga fiú lába, és most azt vadásztuk. Learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. 4 lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate.
The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Na, szóval köszönjük szépen, kedves Gyúk, hogy bejelölted nekünk az összes létező térképen lévő dolgot. Ez nagyon fasza. Szóval most lehet akkor főzőcskézni, nézzük, hogy mit fogunk tudni. Azt mondja, hogy mire van szükségünk. Azt mondja, hogy 3-5 reward. Azt mondja, kicsit föltolja az életünket, csinálunk egy ilyet elvileg, jó? Nem. Mit tudunk még? Elvileg ilyet is tudok főzni. Jó, az annyira nem jó. Nézzük csak, health increases permanently. Ez megint csak úgy életet tölt. Azt mondja, hogy igen. Tehát ugye védekezni annyira nem tudok, jó? Tehát biztos Isten, hogy nem fogom tudni ezt használni. Nem tudom egyébként, hogy ezek mennyire klasszik román ételek. Igen, a három ízű mics az egyébként egy nagyon-nagyon klasszikus, hogyha valaki nem evett micset, az egy mocskos módon jó dolog. Ha valaki esetleg Erdélyből néz, az most jelezze itt a komment szekcióban, jó? Hogyha olyat ismertek, aki ti nézitek te, de Erdélyből van és nem néz, annak is szóljatok, jó? Tehát a mics egyébként román kaja, klasszik román kaja, viszont háromféle húsból van, nagyon-nagyon finom, nagyon jó, olyasmi egyébként, mint a szerbeknél a csevapcsicsak többféle húsból van, és tényleg ilyen mustárral, savanyú borkával, káposztában annyira mocskos módon finom, hogy be nem lehet telni vele, jó? Majd valamikor veszek magamnak, vagy készítek. Most viszont főzök egy jót, igen, 3-at használunk, és 2-t. Tökéletes, köszönöm szépen. Főzünk, rendkívül. Ezt nem tudom, hogy miért tolja egyébként ideig. Hol főz? Tehát ez rohadtul érdekel. Meg is van, tökéletes, jó. Na, kicsit föltolta az életemet, ez nagyon-nagyon kell nekem, más pedig jelenleg nem fogok tudni főzni, mert nincsen elég dolgom hozzá, jó? Na, szóval azt mondja, hogy mi van nekem, adjunk el dolgokat, azt mondja, hogy bazi nagy kristály, kristálykoponya, tökéletes kristálykoponya. Tehát lehet kombinálni, na mindegy, ezeket eladjuk jelenleg, igen, oké. Megnézzük itt a dolgainkat bent, mert hogy biztos vagyok benne, hogy van olyan, amit én rohadtul nem használtam. Most ezt nem értem. Igen, azt mondja, hogy valami combinable, és mivel lehet kombinálni. Ja, hogy így! Értem, tökéletes, oké. Jó, akkor lehet még valamit kombinálni? Nem. Jelenleg ezt nem tudom semmivel, ez pedig... jó, ez nagyon-nagyon értékes, de mindegy, ezt is eladjuk, jó? Ez így van, szeretném eladni, köszönöm szépen. Akkor azt mondja, hogy wooden animal, ezt nem. Ezt eladjuk, igen. Ezt eladjuk. Legalább egy picit kaptunk érte. Supplies, nézzük csak. Tudok-e bármit csinálni? Úgy néz ki, hogy nem. Tehát jelenleg mindent eladott, amire nekem rendkívüli módon szükségem lenne, ami annyira nem egy fasz a dolog. Édesanyám, ez mi a franc? A sniper rifle darab, oké. Okay. Aknakészítés. Nem. És egyre többbe kerül minden egyébként, ez annyira nem fasza. Na most, tudok sniper rifle ammót venni, vagy pedig tudok készíteni. Én szerintem veszek magamnak, mert hogy jelenleg egyébként bazi nagy szükségem van rá. Ez a baj. Itt a fire, ammo capacity föltolja, oké. Okay. Nem.
Az a baj, hogy nem fogok tudni venni magamnak semmilyen extrát. Ez nem tudom milyen pisztoly. Ez többet tud, azt mondja, hogy 1.60-at sebez, 1.50-et sebez, 0.27, 2.97, 0.27, 2.97, oké. Okay. Ammo kapacitő sokkal nagyobb, szóval szerintem eladjuk a lemit, jó? Tehát mit szóltak hozzá? Adjuk el a lemit. Igen, köszönöm. És akkor most pedig szeretném kicsikét föltolni itt ezt a pisztolyomat, jó? Ez így van. Rate of fire, a... Shotgunnak kéne a rate of fire... Nem, azt nem tudom följebb tolni, basszus. Ammo capacity sem. Ez viszont nagyon kell. Igen, szeretném, köszönöm szépen. Reload speed az nem, ammo capacity viszont igen. Jó, reload speed is jó, tehát nem baj, hogyha nem vagyunk kifogyva. Ebből pedig mit fogok tudni? Power, azt mondjuk föltoljuk, igen. Ezzel pont nem fogunk tudni gyorsan lőni, meg nem is kell, úgyhogy teljes mértékben fölösleges. Ammo capacity-t viszont föltoljuk mindenképpen. És akkor nézzük csak, hogy mi van itt. Na, ezt a leméhez tudjuk venni, szóval semmi. Nézzük, azt mondja, hogy... Jó, és akkor pisztoly lőszer, nem? Shotgun lőszerem egy deka sincsen, jó? Tehát semmi az égvilágon, nem is fogunk egyébként mással szórakozni. Na szóval, most nekem a térképen van itt egy pár dolog, amit tökre fasza. Water Wheel Weapon, az mi? Maestro's Collection. Na most vannak itt ilyen dolgok, amiket nekem majd meg kéne néznem közelebbről, viszont ennek annyira nem örülök. Nem baj. Na most oda valahogy be kéne nekem jutni, szerintem azon keresztül fogok. Hol vagyok? Erre talán. Ja. Na most, hogy lejöttem a faluba, akkor... Elvileg fogok tudni tovább haladni. Na nem arra. Lockpicket nem tudok venni. Tehát nem tudok arra haladni, viszont akkor megpróbálok arra felele menni, jó? Nézzük csak, azt mondja, egyel odébb. Itt be, köszönöm szépen. Igen, itt hátra nem tudok menni. De itt föl tudok menni, és talán le tudok ugrani ott, ahol be tudok menni a másik helyre. Remélem. Majd mindjárt kiderül. Erre rohadtul nem tudok közlekedni, szóval másik irány. És bazd meg nem! Az Isten verje meg, és nem. És nem, akkor más fele kell mennem nekem. Valahol biztosan be tudok jutni egyébként, én nem akarom elhinni, hogy nem. Jó? Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy nem. Nem arra kell menni. Ha tudnám, hogy hol a francba kell egyébként arra közlekedni, az nagyon-nagyon-nagyon megdobná így a hangulatomat. Na mindegy. Arra nem tudok menni, mert ugye rendkívül tele van. Viszont erre vissza igen. Jó. Remélem, hogy nem lesz senki, basszus itt. Nagyon remélem, hogy nem lesz senki. És arra megint csak nem fogok tudni bemenni. Zárva van, és nem tudom, hogy mi kell hozzá. Na mindegy, tudjátok, mint akkor nézzük meg a következő küldetésünk, az micsoda. Azt mondja, hogy keressük meg Rost, köszönöm szépen. Elvileg tovább tudunk menni, szóval tovább fogunk menni. Maradjunk annyiban. Most elvileg van nekem egy ilyen 4 darabos kulcsom, vagy ilyen 4 tollas kulcsom, ami tök jó, mert azzal valamelyik irányba tovább tudok haladni. Nézzük meg, hogy merre fele tudok. Ha minden igaz, merchant ott van, és az mi? Riverbank Treasure, oké. Okay. Itt is van egy merchantunk. Na de most itt hol a francban vagyok? Rá tudnék menni a hídon, de nem. Current position az ott van, igen. És ha igaz... Drawbridge. Nem tudom, merre fele kell menni, ez a baj. Na mindegy, visszamegyünk a merchanthoz. Aztán valamelyik ajtó sok kinyílik ezzel a 4 tollas fiszfasszal. Annyira nem lehet elakadni benne, jó? Tehát relatíve lineáris, úgyhogy olyan túlságosan sok bénázást nem fogunk tudni. Ez elvileg a 4 tollas, ha igaz. És igen, ez a 4 tollas. Remélem, hogy most megyünk a Beneviento házba, vagy mi annak a neve. Ó, bazd meg, most megyünk oda.
babáktól nagyon-nagyon parázok, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon szarok lett volt erre jönni, de mindegy. Jaj, a pisztolyt meg nem raktam ki, bakker, oké, akkor még egyszer azt mondja, hogy shortcut, igen. Oda tesszük, köszönöm. Jó, ez így nagyon para egyébként, jó? Tehát köd, hollók, faszom, minden hülyeség. Na. Jó, bra, oké. Kis felakasztott babák, hogy szakadnának meg a mocskos rohadékok, akik ezt csinálták. Megnyugtató, mi? Megnyugtató, hogy szakadna meg. What? Meg az anyádat azt. Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Mia, fasz folyik itt, jó? Tehát ez egy remek kérdés. Banyek. Ettől a résztől mindig parázom, nem tudom miért, ez nekem annyira kiakasztó. Annyira mocskos módon kiakasztó. Itt meg mi van? Itt meg egy nem tudunk bemenni rész van, jól van. Értem, hogy rendbe kell hoznom, de hogyan? Tehát még jelenleg magamat sem tudom helyrehozni, köszönöm szépen. És ha belegondolok, hogy... Oké, ez kibaszott para egyébként. Ha belegondolok, hogy ezt megmagyarázták, hogy hogyan illik a Resident Evil világba, betoljuk, tehát megmagyarázták, zseniálisan, gyönyörűen működtették az egészet. Az meg mi a szar. Valami Beneviento, 1987-től 96-ig, kemény 9 évet élt, nem tudom ki az. Nem tudom, ki az. Gondolom, rá fogok jönni be a házba. Nem, nem ez. Akkor mit kell használnom? Nem is értem. Nem, nem ez. Jaj, tudom! Mondom én. Bocsánat, csak elnézést, köhögtem, azért nem kapcsoltam vissza magamat. Ennél kibaszott parább házat még nem láttatok, bakker. Tehát... A lift. Mindenek lényege a lift. Az egész játékban nagyon sokszor fölhúztam magam, nagyon sokszor éreztem magamat abszolút tehetetlennek, nagyon sokszor éreztem a játékot szemétnek. És nem látok semmit. Azt mondja, gyere velem, Ethan! Csezd meg! Bocsánat, fi, elnyeltem, bakker, ez így annyira nem jó. De egyedül a Beneviento ház volt az, ahol be voltam szarva. Nagyon. Nagyon. Rohadt életben. Esküszöm, bakker, nem szándékos, de komolyan. Indul a szar, de nagyon. Na. Szóval, hogy itt mi az Istent kell csinálni, azt nem tudom, de az biztos, hogy be fogok szarni. Rendkívül, jó? Erre nem tudok menni, mert ez zárva van. Mi van még ide lent? Nézzük csak. Oké, erre be tudok jönni. Szóval, igen. Erre majd később fogok jönni, arra emlékszem. Szekrény, valami? Mondd, hogy van benne valami. És nincs, hogy szakadna meg. És nincs, oké. Ez egyébként egy nagyon-nagyon pofás kis szoba. Esküszöm, hogy szeretnék egy ilyet, jó? Tehát tényleg ilyen kis kandallóval, kis fényképekkel, kis mit tudom én mivel. Oké, nem tudom, hogy mi van a fényképen, de jól néz ki. Jó, tehát...
Nem tudom merre megyek, de az legalább biztos, hogy jól érzem magamat. Még egy szekrény, gyerünk. Semmi, oké. Na most kettő ajtóm van. Egy lift ajtó, meg ez, amerre jöttem ugye először. És nem erre jöttem, bakker, nem. Ez egy másik lift? Ez egy másik lift. A rohadt életbe, jó. Akkor vissza, tovább. Liftet föl tudok menni valahova, vagy azt nem tudom használni jelenleg? Tudom használni, de nem fogom, jó? Tehát ez nekem később jól fog jönni, de most nem használom. Még van ott egy lépcső, amin föl tudok menni, és a térképen is egyébként szerintem mutat... Aha, telibe megkerülöm az egészet. Na, szóval, van ott egy lépcső, amin nekem föl kéne menni, most elvileg, és föl is fogok mindjárt. Elvileg itt jöttem be, ha igaz. Nem, az a folyosóra visszol, tök jó. Na szóval, hol vagyunk? Mit csinálunk, miért csináljuk? Mi van itt? Mitől fogjuk rendkívüli módon összeszarni magunkat? Semmi, jó. Meg el van zárva a szoba, szóval igazából sokfelé nem fogunk tudni menni, elvileg. Kizárásos alapon csak egyfelé. Az meg mi a tököm? Miért? 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 A rohadt édesanyját neki, komolyan mondom. Azt ki tudom nyitni? Nem, nem tudok kinyitni. Szóval, elvileg akkor csak erre fele tudok menni, és akkor megnézzük azt a liftet, ami... Azt fel tudtam menni, vagy nem? Aha, azt meg tudom nézni. Na mi van itt? Azt mondja, hogy kicsit közelebb. Nem tudom elolvasni, csezd meg. Szépen néz ki, csak nem tudom elolvasni. Na, futunk körbe. Azt nem tudom megnézni. Menjünk lifttel, jó? Ó, csezd meg, emlékszem! Egy totál másik emeletre kell mennem, ami nem jó dolog. Ami nem jó dolog, jó? Tehát... Miért? Miért kell nekem ez? Miért kell magamat szivatnom? Semmim nincs. Semmim nincs, oké. Igazából nem tudom, hogy minek tökölök itt a pisztollyal. Semmi értelme nincsen, jó? Tehát ez pont az a hely, amikor semmi szükség nem lesz rá. De abszolút semmi. Majd arra is megyünk, a hülyék leszünk, de egyelőre erre. Most nem tudom, hogy mit parázok itt még, amikor jelenleg semmi nem fog bántani, jó? Tehát, de tényleg semmi az égvilágon. Ott mi van? Oké, azt mondja, hogy hegyi növények alkaloidja. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi értelme, de most legalább tudjuk, hogy ez van. És elvileg azt majd később fogom tudni kezelni. Elvileg, most nem. Köszönöm. Most hol vagyok? Menet közben amúgy ti nem tudjátok, hogy mennyire vállalhatatlanul be vagyok szarva attól, hogy közben a macska is nyávogod a fönt, szóval tök jó. Totál tök jó, de tényleg, hogy ilyen hangot kell hallgatni menet közben, ez egy ilyen nagyon-nagyon fasz állapot. Nem, itt semmi. Miért szól a zene? Oké, mit mondod, drága? Ha lekapcsolja a villanyt, dögölne meg. What? Wait, where's my gun?